Sziasztok! A közelgő országos könyvtári napok alkalmából mai műsorunkban mi is egy nagy múltú könyvtárba látogatunk el, mely az országos Széchenyi könyvtár gondozásában működik. Tartsatok velünk a csodaszép Zirci Ciszterci műemlékkönyvtárba, és fedezzük fel együtt annak rejtett kincseit, könyvritkaságait. Bakony szívében fekvő város középpontjában a Ciszterci Apátság és Látogatóközpont díszudvarán állunk. A gondozott, látványos előkertben az épületegyüttes Ciszterci műemlékkönyvtára felé indulunk. A már sok vendéget látott erős faajtón át a második emeletre igyekszünk, ahol Németh Gábor könyvtárvezető fogad bennünket. Amint belépünk, érezzük, egy varázslatos időutazás részesei leszünk. Az egész épület, amiben vagyunk, ez egy ciszterci apátság. Itt az egyetlen olyan szerzetes rend, képzeljétek el, aminek Veszprém megyében van a központja. Elvonultak úgymond a világi élettől, Isten dicséretének szentelték magukat, azzal teltek a napjaik főleg, hogy imádkoztak, dolgoztak, könyvet másoltak, zsolozsmáztak, és így próbáltak egy olyan életet élni, ami a középkorban nagyon fontos volt, ami egyértelműen arra predesztinálta őket, hogy utána mennyországba kerüljenek. És itt említettem nektek egy olyat, hogy könyvet másoltak. Mert arra kell gondolnotok, ahol szerzetes van, ott mindig van könyv. Vagy a másik dolog, van egy középkori mondás, hogy olyan az apátság könyvtár nélkül, mint a vár fegyvertár nélkül. Tehát, hogy mindig hozzátartozik a könyvtár az apátsághoz. Itt Zircen az úgynevezett ciszterci szerzetesek éltek. Harmadik Béla alapította ezt az apátságot 1182-ben. És az első szerzetesek azok nagyon messziről érkeztek ide, Franciaországból, egy Champagne nevezetű területről, Clairvaux apátságából érkezett 12 francia szerzetes 1182-be, és ők azok, akik felépítik az első apátságot itt. És képzeljétek, az volt a rendi előírás, hogy hozni kellett magukkal kódexeket. Például hoztak Bibliát, hoztak egyházatyáknak a könyveit, hoztak lelki olvasmányokat, szertartáskönyveket magukkal, és mindez ahhoz kellett, hogy egyből el tudják itt indítani Zircen a regula szerinti liturgikus életet. Ugye a bencésrendnek az alapítója Szent Menelek, és ő írt egy regulát, ami azt jelenti, hogy a szerzeteseknek szigorúan meghatározta ebbe a regulába, szabály különben a regula, hogyha magyarra fordítom nektek, hogy hogyan kell élniük. Leírta, hogy egy nap hányszor kell imádkoznunk, hogy egy nap mit lehet nekik csinálni, mikor ehetnek. Tudós szerzetesek kódexet másoltak. Na most, hogyha elmondom nektek, hogy írtak ezek a szerzetesek, akkor nagyon meg fogtok lepődni, mert nem ültek az asztalnál, álltak. Ugye a kolostorokban, monostorokban, apátságokban voltak másoló műhelyek, és ez úgy nézett ki, most akkor megmutatom nektek, hogy álltak a szerzetesek egész nap. Legalább 6-7-8 órán keresztül álltak a szerzetesek egy pult előtt. Azon volt lefektetve a pergamen, amit bevonalaztak előtte, hogy szép egyenesen írjanak, és ott volt mellettük a szöveg, amiről másolniuk kellett, és arra gondoljatok, hogy nem tették le a kezüket ők egész nap úgy, mint mi, kényelmesen, ugye megtámasztjuk a könyököket, hanem akkor még az volt a szokás, hogy szinte rajzolták ezeket a betűket. Nagyon nagy tehetség meg gyakorlat kellett hozzá, hogy szépen tudjanak írni, szépen tudjanak könyvet másolni, és akkor napi 6-7 órán keresztül így írták azokat, másolták a könyveket. Nagyon el tudtam fáradni ebbe a kéz. A másik ugye, hogy lútólat használtak még az írásra,
megtintát. Itt Zilcen azt mondják, hogy a középkor folyamán körülbelül 100 kódex volt. Az nagyon sok egy ilyen magyar királyi apátságnál. Nagyon sok, és sajnos egy darab sincs belőle meg. Ugyanis jött a török. 1552-ben a török elfoglalta Veszprémet, és ezzel Zirc is elesett, a könyveknek pedig a menekülő szerzetesekkel nyoma veszett. A 17. század végén kiűzték ugye a törököket a magyar királyság területéről, újra lehetett alapítani ezt a zirci apátságot is. És erre a munkára már Sziléziából érkeztek, tehát északról, Csehország északi része, Lengyelország déli része, érkeztek ide német ciszterci szerzetesek. Na, és akkor ők azok, akik a könyveink közül az első darabokat magukkal hozták. És ez a könyvállomány 100 évvel rá, ugyan 4000 kötet volt itt Zircen. De ekkor történt egy változás, a ciszterci szerzetesek feladták az addigi életmódot, amit én emlegettem nektek, hogy Isten dicsérték csak, tehát hogy egy ilyen zárt életet éltek, és azt határozták el, hogy ők elkezdenek tanítani. A ciszterciek Székesfehérvár mellett Pécsett és Budapesten alapítottak a mai napig is működő nagyhírű gimnáziumokat. Biológiától a szép irodalomig vannak nekünk itt könyveink, majd nézzünk rá példát is. És ezt a 4000 kötetet, amit itt emlegettem a 18. század végén, 19. század végére, tehát egy olyan 100 év alatt 4000-ről 45000-re emelték. Ez egy hatalmas fejlődés volt bizony, és 1950-ig még akkor hozzágyűjtöttek 20000-et, így van nálunk 65000 kötet. És 1950-et azért emlegetem nektek, hogy nagyobbak tanultatok már talán róla, de kisebbek meg fognak róla tanítani, ugye akkor volt Magyarországon egy rendszerváltása, egy párt rendszer következett be, a Magyar Kommunista Párt leuralt mindent, és ugye a kommunista párt nem fért össze a egyházi élettel, a legtöbb szerzetesnek működését betiltotta, és a ciszterciekét is betiltotta, úgyhogy felosztatták, elzavartak 160 szerzetest körülbelül, ami volt a ciszterciáknél, és államosították ezt az egész épületet. Nos, itt volt szerencséjének a kis könyvtárnak, mégpedig az, hogy nem elvitték a könyveket, hanem megbízták az országos Széchenyi könyvtárat, a nemzeti könyvtárat, hogy működtesse tovább. A Széchenyi könyvtár ezt vállalta, egyet azonban nem tudott megtenni, hogy ugyanígy folytassa a gyarapítását a könyveknek, a gyűjtést ugyanis leállította, és ezért van az, hogy ma is 65000 könyv van nálunk. A Nemzeti Könyvtár a rábízott feladatot a mai napig ellátja, míg a tulajdonjog visszaszállt a ciszterciekre. Persze kevesen voltak, szakemberük se volt, és ezt tette lehetővé azt, hogy szerződést kötöttek velünk, és mi a Nemzeti Könyvtár munkatársai továbbra is itt vagyunk, és gondozzuk, működtetjük ezt a kis könyvtárat. A könyvtár az úgy működik, hogy egyrészt turisták keresnek fel minket, hogy körbenézzenek, itt megnézzék ezt a csodát, ezt a gyönyörű berendezést, ezeket a régi könyveket. Másrészt, hogy kutatóhelyként működünk, tehát van nálunk is egy olvasóterem, oda bejelentkezik a kutató, megbeszélünk vele egy időpontot, és akkor beülhet a könyvtárba tanulmányozni, mert innen nem szabad elvinni a könyveket. Itt csak helyben lehet olvasni ezeket a szép régi könyveket. A könyvtár egyik legrégebbi ősnyomtatványát 1470-re Mátyás király uralkodásának idejére datálják. Nyomtatták ezt a könyvet, azért még ezek a kis piros bejegyzések, áthúzások, lapszámozások, azok még kézzel készültek benne, ez a nyomdászatnak a kezdeti időszaka. Az ősnyomtatvány mellett az egyik legkisebb könyvet is megpillanthatjuk a vitrínben. Ez hány nap? Ez több mint 3000. És milyen nyelven oldal. Felolvasom a címét, Flores Sanctorum. Latin. Nagyon jó mondat. Ez a Flores Sanctorum az annyit tesz, hogy szentek virágai igazából. A katolikus egyháznak a mártírai, szentjei,
vértanúinak a legendái életrajza van igazából ebben a könyvben benne, és hát sok volt már, amikor kiadták 1700-ben ezt a könyvet, már akkor is sok szent vértanú volt, ugye, és talán ezért lett ilyen vastag. Na miért nem lesz kötelező olvasmány, azért nem kell megijedni, ugye? Mert latinul van. És mivel ilyen vastag, nehéz is, úgyhogy azt elmondhatjuk, hogy nem úgy olvasták ezeket a könyveket, hogy ahogy én szoktam, hogy elvágom magam a székbe, ölbe veszem, azért úgy elég kényelmetlen 5-6 kilót tartan hosszú távon, úgyhogy ezt vagy asztalra fektették, vagy úgy lefeküdtek itt a padlóra, aztán lehetett olvasgatni. Régen így díszítették a könyveket. Látjátok, hogy itt meg van festve. Ez régen, régen, igen, igen. Ez volt a divat akkoriban, hogy a úgynevezett ez a könyveknek a meccése, úgy mondjuk, ezeket színezték. Van, amikor egyszínűre festették, ezt most ilyen márványszerűre csak megkopott, azt meg úgy csinálták, hogy mielőtt bekötötték a könyveket, rátették a könyvborítókat, beszorították egy rizsbe az egészet, jól összenyomták, így a lapok közé nem folyt oda festék. Ez volt a lényeg, és akkor tudták ezeket így megfesteni, díszíteni. Ki olvassa el itt? Lore universalis. Ezt, hogyha lefordítjuk magyarra, igen, ha lefordítjuk magyarra, ez azt jelenti, hogy egyetemes növényvilág. 47 kötetet láttok így, az a világ összes növényét, amit akkor ismertek, lerajzolták, beletették, és úgy készítették el, képzeljétek el, hogy csináltak egy sablont, ezt kinyomtatták, de akkor kaptak egy fekete-fehéret, viszont kézzel színezték ki. Ez kézzel van kiszínezve, nézzétek, olyan, mint a 3D-s lenne. Ez a 19. század közepén körülbelül készült ez a 47 kötet. Nem a szerzetesek festették ki ezt, hanem ezt művészek csinálták. És a 47 kötetnek mindegyik lapja ilyen. Így van elkészítve ilyen magas fokú színezéssel. Látjátok, ilyen szép ábrázolások vannak benne, azért készítették ekkorában ezt a könyvet. Ez a Bécs mellett van egy apátság, Klosterneuburg, ez tulajdonképpen Bécsnek ma már az egyik városrésze, és ott épült egy apátság a 19. században, és neki a képeit mutatják be. Nézzétek, annak idején, hogy védjék ezeket a szép metszeteket, ilyen selyem papírt fűztek be elé. És így jobban védik bizony. Ez az apátságnak a belső részeiről is ábrázolás benne, ez egy oltár, nagyon jól ismertet fel. Itt meg különböző minták, amiket használták a templom díszítésénél például. Spongyázó. Ugye? Nem vágjuk ki. Szóval ő az egyik legnagyobb könyvünk. A legnagyobb könyvünk különben egy nagyon híres magyar grófnak az utazását, Fóra Iván grófnak az utazását tartja, 1863-ban adták ki, az valamennyivel magasabb, meg sokkal szélesebb, és abban színes ábrázolások vannak, mert ez a gróf elutazott Egyiptomba, Máltára, Itáliába, meg Szíriába, és vitt magával egy rajzolót, aki megörökítette az ott látottakat, például Egyiptomban a piramisokat, és aztán ezeket később átültették kőnyomatra, és így adták ki azt a könyvet. Hogyha megfordultok, azért láttok természettel foglalkozó könyveket, ugye ott láttok egy oroszlánt, igen, köszönjük szépen a felemelést. Ő egy berber oroszlány, ő a brémi állatok világából való. Ott láttuk egy olyan könyvet, ami Közép-Európa madárvilágával foglalkozik. Ilyen madarat láthattok a tikertetekben, és ugye úgy nevezik, hogy csúszka, egy nagyon aranyos madár, és nagyon hasznos madár, mert megeszi a felesleges rovarokat, esetleg szúnyogokat. Itt vagyunk a könyvtárnak a dísztermébe, és ezt a termet, ezt a gyönyörű berendezést 1846 és 1856 között valósította meg egy zéci asztalosmester család, ők a Wilde család voltak. Hát ma már Wildék nem érnek itt zircen, minden fának más a színe, más a töltfának, a fenyőfának, a
megyfának sorolhatnám nektek itt. Az asztalos mesterek, most gondoljatok bele, azt használták ki, hogy minden fának más a színe, megtervezték ezeket a mintákat, kivágták különböző fákból, és hogy úgy mondjam nektek, mint a puzzle-t összetették. Összecsiszolták, fényezték. Na, én csak annyit kérnék a csapattól, hogy oké, nem kell fából megcsinálni ezt nekem, színes papírból. Kivágnátok ezeket a mintákat. Mert már az mennyi ideig tartana. Tehát, hogy ez így 10 év alatt készült el, ez nem csoda, ez betartott addig. Főleg úgy, hogy akkoriban nem voltak gépek, hanem mindent kézzel kellett csinálni. Látjátok, hogy a teremnek a belmagassága az igényelt, hogy galériát is építsenek. Hát, nekünk nincs titkos ajtónk, fel fogunk menni a galériára is. Egy sokkal egyszerűbb módszerrel vagy nagyot ugrunk, ugye? Vagy szépen átmenjünk a folyosó másik oldalára, kinyitjuk a lépcsőházajtót és felgyalogulunk. A picit feljebb néztek, a polcok fölött vannak ilyen kör alakú ábrázolások, azok tudományok, illetve művészeteknek a jelképei. És hogyha még feljebb néztek, akkor fölöttünk van a csillagos égbolt, mert ez a tető, ez azt utánozza igazából. Azt szoktam mondani gyerekeknek, hogy az azért lehet talán így, mert annyi tudomány van ezekben a könyvekben, hogy annak a határa... Csillagos ég. Bizony. A második világháborúban, 1944. december 23-án ebbe a tetőbe belevágódott egy német vadászrepülő. Beszakította, motorja esett be a terembe, és a kiömlő olaj begyújtotta a termet. Ezt a tüzet hamar eloltották, de így is jelentős károk keletkeztek. A könyvek viszonylag megúszták, mert az történt, hogy 1944 őszétől már itt folyamatos légi veszély volt Zilcen, jött a front erre, úgyhogy akkor fogták a szerzetesek magukat, és az értékesebb könyveket levitték a földszintre. Úgyhogy a decemberi baleset idejére már jóval kevesebb könyv volt itt. Nem olyan nagy kárt szenvedett a könyvek terén a könyvtár. Na aztán utána a háború után helyreállították ezt a beomlott tetőrészt. És másképpen csináltatták meg már, mint eredetileg volt. Amint jól szemügyre vesszük a boltívet, valóban láthatjuk, hogy ezeket a kazettákat már térhatású festéssel készítették, és nem domborítással. Figyelmünket azonban már itt a teremben egy különleges, méretes könyv ragadja meg. Szertartáskönyv. Ebben a szerzetesek imáinak, amikor énekeltek ezeket az imákat, azok a kottái vannak benne, és jó nagy kották, hogy messziről is lássák. És mivel szertartáskönyv templomba használták, ezért ilyen díszes a kötése. Falap alul fölül, ezt mondták be vel a fehéres bőrrel, és a végén helyezték el rajta ezeket a bronz vereteket és csatokat, mert ez egyrésztről védi, másrésztről díszíti ezeket a könyveket. Ez egy antifonál, a szertartáskönyv, tehát a 4 evangélistát ábrázolták, nézzétek, közel viszem hozzátok itt a sarokba. Középen ő ki lehet? Jó, Jézus. Nem Szűz Mária, Jézus. Jézus. Elég nehéz darab, fiatal úr. Elbírod? Aha, gyere, te nagyobb vagy. 12. Egész jól megrőtted, gyere te is, óvatosan. Nehéz? Ugye? Azért ez nem kis pályás. Egy olyan 100,
40-50 éves darab, különben már ez az óra, Párizsba készítették. Ez a része neki, ez a fém, ez sárga rész, ez a fekete anyag pedig tengeri teknős páncélja. A faberakással díszített asztalon álló míves óra évek óta méltóságot sugározva áll őrt a teremben. A gyönyörű intarziás padlóval borított tér közepén megcsodáltuk a glóbuszokat is. A különleges méretű és kivitelezésű földgömb az 1640-es évekből Amsterdamból származik, az éggömböt pedig egy dán csillagász készítette. Végül bepillantást nyertünk egy korabeli könyvtáros munkájába is. Katalógus cédulák voltak. És volt egy szerzetes Szabót már a 19. század második felében, aki itt a könyvtáros volt. 45 ezer könyvről készített kézzel katalógus cédulát, és ezekbe voltak elhelyezve. Ez arra kellett a katalógus cédula, hogy itt leírták a címét neki, látjátok, ott a szerző neki leírta, hogy milyen nyelvű a könyv, hány oldalból áll, és ezekből a katalógus cédulák alapján tudták megkeresni, mondjuk, mert szerzői betűrendbe tették, hogy hol van az a könyv, mi van meg egyáltalán, és hol van ez. Na most, nagyon szép kézírás, nekem nagyon csúnya a kézírásom, de ebből 45 ezeret ilyet elkészíteni azért egy elképesztő nagy munka volt. Tehát régen így dolgozott egy könyvtáros, itt élt, a szerzetesek nem itt olvastak különben, hanem elvitték a könyveket a szobáiba. Felírt a könyvtáros, mit vittek el, és akkor ott olvashatták ezeket a könyveket. Remélem sikerült nektek is kedvet keltenünk az olvasáshoz, addig is még újra találkozunk, további kellemes, izgalmas, tartalmas könyvélményeket kívánunk. Sziasztok!